A szeretet nagyon sok esetben kemény. Nem ilyen ingyom, bingyom, jól van, semmi baj, majd lesz valahogy, meg mit tudom, micsoda. Nem, nagyon sok esetben meg kell húznod a határt keményen. Nemet kell mondanod, akár hogyha valaki kölcsönkérés már 70-szer nem adott vissza pénzt, akkor nem, 71-re ne adjál neki, sőt, jobb esetben már harmadjára se adjál neki. Hogyha valaki megkérdezi, hogy jól nézek ki ebben a ruhában, és közben abszolút nem néz ki jól abban a ruhában, akkor mondd meg neki nyugodtan, hogy nem, ez nem áll jól neked, vagy menj el sportolni, vagy mit tudom, micsoda. És persze meg lehet ezt mondani szeretettel, kedvesen, normálisan, asszertíven, nem kell parasznak lenni, és elküldeni a másikat egy melegebb éghajat, meg azt mondani, hogy dagat vagy, és hogy nézel ki, és úristen, hanem lehet ez szeretettel, de közben őszintén, és közben úgy, hogy meghúzod a határt. Hogyha valaki úgy viselkedik veled, ahogy nem szeretnéd, hogy viselkedjen, nem esik jól, akkor ezt kommunikáld kifelé őszintén, egyenesen, normálisan. Úgy, hogy az érzéseidet fogalmazod meg, nem a másik embert szídod, nem leszólod, nem azt mondod, hogy ő szar, vagy kevés, vagy bármi, hanem elmondod, hogy mi az, ami benned van, normálisan, kedvesen, szeretettel. És nyilván 100. esetben már nem biztos, hogy el tudod mondani olyan szeretettel és olyan nyugalommal, mint ahogy egyébként elsőre, úgyhogy nyugodtan felhúzhatod, felkaphatod a vizet, nem kell mindig kis buthának lenni, vagy nagy buthának, tehát húzd meg a határt, mondhatsz nemet, legyél őszinte, az emberek abból tanulnak. Volt olyan ügyfelem, aki visszakérte a pénznek a felét, mondván, hogy most olyan helyzetbe került, hogy hitelt kell fizetnie, meg ez, meg az, meg amaz. És mondtam neki, hogy nem adom vissza a pénznek a felét. Miért nem adom? Azért, mert akkor halat adnék, és nem azt tanítom meg, hogy halásszál, hogy tudjál máról holnapra megkeresni 1 milliót, 2 milliót, 10 milliót. És ezért egy órás telefonhívásnál elmagyaráztam neki, hogy fog a következő egy hónapban minimum 2 millió forintot előteremteni a már meglévő tudását, a már meglévő eszközeivel. És elő tudta teremteni azt a pénzt, és sokkal jobban járt, mint hogyha adtam volna neki pár százezer forintot, vagy 1 millió forintot, vagy bármennyit, mert így bármikor elő tudja magának teremteni. Szóval a szeretet nagyon-nagyon-nagyon sok esetben kemény. Ugyanilyen az, hogy például nem adunk hajléktalanoknak pénzt. Nyilván egyszer-egyszer egy évben lehet olyannak, aki nagyon szimpatikus és nagyon elhiszed, hogy ő tényleg olyan helyzetben van, és stb., és ki akar onnan jönni, de amúgy a hajléktalanok többsége az pont azért marad benne ebben a helyzetben, mert te benne tartod azzal, hogy segíted elvileg, tehát azzal, hogy pénzt adsz neki. Ezzel ebben a loopban, ebben a körforgásban tartod őt benne, és azt gondolja, hogy nem kell elmennie dolgozni, nem kell más életet élnie, mint ez, mert hogy úgyis hozzávágnak napi pár száz forintot, és abból ő el van, sőt, napi sok ezret is akár egyébként. Szóval a szeretet nagyon sok esetben kemény.